Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orszáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját, te reád, és adja te néked az ő békességét. Amen. 30 évvel ezelőtt, 1989-ben a Verbőci Református templom volt az első, amelyet a szovjet vallástilalmi időszak után hivatalosan is visszakaptak a helyi hívek. Ez annak volt köszönhető, hogy a gyülekezet tagjai olyannyira bátrak voltak, hogy még Moszkvába is elutaztak, hogy kérvényezzék templomuk visszaadását. 1961-től jött a rendelet, hogy ha 2 kilométeren belül egy azon felekezethez tartozó gyülekezet van, akkor az egyiknek a templomát be kell zárni. Abban az időben itt nem volt saját helyben lakó lelki pásztor, és így bezárták a templomot, és nem lehetett bejönni, igehirdetés hallgatni, lelkész nem léphetett be, és egészen 1989-ig itt hát tulajdonképpen galamb tanya volt, a hívek összejártak még énekelni, de egy idő után már azt sem engedték meg nekik. Aztán majd 83-ban történt egy orgona felújítás, de nem nagyon lehetett akkor sem bejönni ide ebbe a templomba, és a gyülekezeti tagok a szomszédos Fekete-patakra, Mágyfalára és Nagyszőlősre jártak be Isten tiszteletre, oda jártak házasodni, gondolkodunk is Nagyszőlősre menve a feleségével, hogy egyházi házasságot kössön. Tulajdonképpen itt ebben a templomban a galambokon kívül több senki nem volt. Még közöttünk élnek azok a hithősök, azok a verbőci hithősök, akik akkor életüket, munkájukat, pozíciójukat, családjukat nem kímélve mentek azért, akár még Moszkvába is, hogy a gyülekezetnek újra temploma legyen. Az, hogy ez a templom most a mi tulajdonunkban van, azt jelenti, hogy Isten utánunk jött, Isten megkeresett bennünket, és Isten készített számunkra egy olyan helyet, ahol találkozhatunk vele vasárnapról vasárnapra, hétköznapról hétköznapra, ahol itt az urasztalánál szövetséget köthetnek családok, elindulhatnak az ő útján, ahol szövetséget köthetnek gyermekek az Isten, ahol Isten szövetséget köthet az ő népével, úrvacsorás Isten tiszteleteken újra elmélyülhetünk abban az örömben, hogy Isten értünk adta az ő egyszülött fiát, az Úr Jézus Krisztus. Mindenképp az jelent nekünk megtartó erőt, amikor mi itt ebben a templomban összegyűlünk és magasztaljuk az Isten nevét, és magasztaljuk magát az Istent, hogy nekünk ilyen hatalmas Istenünk van, aki nem hagyta az ő népét itt Verbőcön, szomorúság közepette, nem hagyta a saját falujába, a szülőhelyén, fogságba, hanem visszahozta a fogságból, és adott neki teret, hogy együtt ünnepelhessen, és együtt dicsérhesse, és magasztalhassa itt ebben a templomban az ő nevét. Isten ezt a gyülekezetet akkor is megtartotta, amikor a világ legnagyobb szuperhatalma ezt a gyülekezetet halálra ítélte. Isten akkor is megtartotta az ő népét itt Verbőcön, amikor nem volt névjegyzék, amikor nem volt statisztika, amikor nem volt semmilyen egyházi alkalom, de volt gyülekezet, volt népe, volt magja az Istennek. És mi ebben az Istenben hiszünk, mi ebben az Istenben gyönyörködünk, és hisszük azt, hogy akkor, amikor nagyon nehéz helyzet volt, hiszen a gyülekezetnek nem volt otthona, a gyülekezetnek nem volt helye, a gyülekezetnek nem volt tere, nem volt jelene, nem volt jövője, csak múltja volt. A múltja is Jézus Krisztusban gyökerezett. És én ezt hiszem, hogy ha Isten ezt itt így megtartotta, akkor a Bibliából azt tudjuk, hogy
még a világ elemei, meg alapja se vethet és vehet rajta erőt, sem erőszakot arra, hogy az ő népe eltöröltessen. Günci Árpádot fiatalemberként akkor választották meg gondnokká, amikor a kommunisták a templom bezárásán és a gyülekezet felszámolásán dolgoztak. Mint fogalmaz, nem volt vesztenivalója, asztalosként a gyalut nem vehették ki a kezéből. Gondnokká választása után fenyegették, és hatósági vizsgálat is indult ellene. Még a rendszerváltás előtt még megengedték a templomba járni, énekelni. Ennyit megengedtek, egy mi atyánkot elmondtunk, ennyiből állott az Isten tisztelet. Egy kezdőének, egy záróének és a mi atyánk. Aztán, mikor Andropov lett az elnök, akkor már megtiltották azt is, hogy egyáltalán járjunk a templomba, hogy már énekszóra se engedték. Hát egy darabig próbáltuk egy ideig, hogy de aztán mondta nekünk az egyik jóindulatú vezető ember, hogy ne álljunk ellene, mert úgyis, ha ellene állunk, akkor erővel, karhatalommal úgyis véghez viszik, amit elterveztek. Hát aztán így bezáródott a templom, már akkor nem járhattunk, és de átjártunk patakra, ez nem messze, 2,5 kilométer van a két templom közt a távolság. Egyesek jártak Mágyfalvára, aztán mikor enyhült amikor már Gorbácsov lett az elnök, hát elmentek a gyülekezetből Moszkvába, kérvényezték a templom újraregisztrálását, visszaadását, és aztán így megtörtént is, hogy visszakaptuk a templomot, ez 89-ben, 1989-ben. Hát romos állapotba kaptuk a templomot vissza. Összetörték a padokat. Úgyhogy a bal kéz felőli női oldal maradt meg, a többi mind össze volt törve csomóra hányva. De kik törték össze? Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy kik törték össze, mert hogy mikor csinálták, azt se tudjuk. Csak azt mondta az akkori polgármester, hogy nappal ne nyissuk ki, csak majd munka után. Hát, mert nem akarta, hogy mikor még itt vannak a hivatalban, hogy valami balhé legyen esetleg, lehet arra gondol. És mikor kinyitották, akkor ez a látvány fogadta a kik ott jelen voltak, hogy össze voltak törve a padok. Próbálkoztak, volt itt a faluban egy elítélt sofőr volt, azt kérték meg, hogy hordja a kocsival ki a padokat, az a teherautón dolgozott. Hát azt mondta, hogy már van az ő nevén elég pecsét, hogy börtönt ült egy gyilkosságért. Azt mondja, nem vállalta. Nem vállalta senki. És aztán, hogy látták, hogy ez se megy, ez se sikerül,
És idővel aztán jött is a válasz Moszkvából, és akkor a püspök értesített bennünket, hogy határozat született, hogy visszakapjuk, és február 5-én már meg is ünnepélyesen megnyitották, úgy, ahogy összeszegezgettük a padokat, hogy legyen mire leülni, és mi mondtuk ugyan, hogy hadd tegyük valamennyire rendbe, de azt mondta a püspök, hadd legyen így, ahogy van. Hát aztán, mikor visszakaptuk, utána megkezdtük az anyagokat beszerezni, és lassan kezdtük a legfontosabb munkákat elvégezni. Új padokat csináltunk a templomban. És aztán parókián gondolkoztunk, ahhoz is hozzákezdtünk, és így folyamatosan lassan odaértünk, hogy most már parókia is van, a templom is rendben van. Hát úgy kerültem a gyülekezet gondnokának, hogy az még akkor megtörtént, amikor még csak énekszóra jártunk, a régi gondnok az meghalt, és nem volt, aki vállalja. Hát az egyik idős bácsi kinézett engem, mert én rendszeresen jártam a templomba. Aztán el is vállaltam, mert hát mondom, nekem nincs mit félteni, a munkát, a gyalut nem veszik ki a kezemből, mert a szakmám asztalos. Így aztán, de amikor elvállaltam, ez nem nagyon tetszett az akkori hatóságnak, mert úgy gondolták el, hogy az a volt gondnok, ha meghal, akkor könnyen már nem lesz, aki vállalja, be is zárhatják szabadon. És mivel, hogy elvállaltam, így felemelték az én személyi lapomot, és találtak egy olyan büntetést, 250 rubelre megbüntettek engem, egy ilyen nem hivatalos vásárlás sér. Ugyan én hivatalosan pénzt fizettem érte, de nem törvényes úton, és ebbe beleakasztottak. Akartak egy évet rámsózni, de ott a kolhoz elnök, ez egy jóindulatú pártember volt, de az szólt az érdekembe, így megmenekültem az elzárástól, szóval a vád alól felmentettek. De szomszéd ukrán faluba ott két embert, akik így a vezetői voltak a gyülekezetnek, azok egy-egy évet leültek. Mert mindig kinyitották a templom ajtót, amikor a hatóság bezárta, ők kinyitották. Újra mentek a templomba. De mint ahogy az előbb elmondtam, hogy minket ez a kolhoz elnök figyelmeztetett, hogy ne álljunk ellent, mert úgyis, amikor már követeltük, hogy ne járjunk a templomba, adjuk át a kulcsot, mert úgyis, ha nem szépen, akkor erőszakkal, katonaság vagy milícia úgyis véghez viszik, amit elgondoltak. Így aztán beláttuk, de jól is tettük, mert úgyis arra ment volna ki, hogy nem tudtuk megvédeni. De mikor eljött az ideje, akkor úgyis visszakaptuk.
túl Ilona is ott volt azok között a verbőci reformátusok között, akik 1983-ban személyesen utaztak fel Moszkvába, hogy kérvényezzék templomuk visszaadását. Kértük, hogy a templomunkat visszák meg, mert a községben nincsen más templom, és 400 ember aláírásával kértük ezt. Hát szépen beszéltek velünk, nagyon is kedves volt az illető, azt mondja, biztosan romos a templom, hogy azért zárták be. Nem azért, azért, mert 5 kilométeren belül, ha két egyforma templom volt, egyiket bezárták. Nekünk itt volt a Fekete Pataki közel, és a miénket bezárták, azt hagyták megnyitva. De hát az öregek már nem nagyon mentek, hiába közel volt patakra, kevesen jártak. Aztán belefáradtunk, hogy hát nekünk miért nincs hát templom. És összeszedődtünk, aláírás gyűjtöttünk, és mert akkor már végképp be akarták zárni, hogy be se engedtek bennünket, hogy ezt engedjék meg. Hát annyit megengedtek, hogy halottnak harangozni, meg még eleinte templomba is elmentünk, csak a pap nem jöhetett. Nem, lelkész nem jöhetett, csak énekeltünk, imádkoztunk, azt ennyi volt az Isten tiszteletünk. Aztán már azt is elvették tőlünk, már azt se engedték, hát akkor mentünk el Moszkvába. Hát addig reménykedtünk mindig, hogy egyszer csak visszakapjuk a templomot. Aztán a községet, vagyis jobban mondva a bírót, akkor tanácselnököt kényszerítették, hogy pucolják ki, és vegyék el. Hát kívülről kipucolták, de belül hanyagolták ők is. És akkor már nem mehettünk mi bele. Aztán mégis ennyi vigaszunk volt, hogy legelsőnek a mi templomunk nyillott meg, mert ez volt kérve már, aztán kértük, de ott is nem engedtek be a főnökséghez Moszkvába, hanem csak a protestáns egyházak fejéhez. De az nagyon kedves ember volt. Azt ígérte, hogy el fog jönni, megnézi a verbőci templomot, de nem jött el. 83-ban voltunk Moszkvába, és 89-ben már kinyitották nekünk a templomot. Úgyhogy legelsőnek itt Kárpátalján a mi templomunk nyílt meg, mert az volt kérve. Hát nem tudom, a többiek nem bátorkodtak. Ha bár ijesztettek minket is, hogy jó, ebből nagy baj lesz. De én úgy gondoltam, hogy van egy hátvédem, az Úr Jézus. És az biztosan megengedi, hogy szót emeljünk a templomunkért. És megengedte, velünk volt. Az utorn is. Hát, hogy nem közel van Moszkva. Hát, vissza is, és utána is, hát fekete listára tettek, hogy útlevelet nem kaphatok 5 évig, meg ilyeneket. Sőt, mindig éreztem, a hátvéd igazgatta az utamat, az életemet, és máskülönben mindig ott volt mellettem. Azt éreztem, hogy csak menjek az úton, mert ott van velem. Községi vezetők, se a kolhoz vezetők nem fenyegettek meg soha. Sőt, kolhoz elnök még nagyon is a védősükkel volt. Nem, fenyegetést nem kaptam, csak ijeszgetést.
hogy az emberek inkább ne próbálj erre, arra. Na de én éreztem, hogy nekem ezt meg kell tenni. Mikor vették elfele, elém csak, hogy ha bezárva is nem lehet menni. Aztán már végképp akarták, hogy elvenni. Hát kérték, kértek a szőlős a végrehajtó bizottság, hogy valaminek átadni. Kérték az iskola igazgatót, hogy tornateremnek, az nem fogadta el, az veszélyes. Akkor kérték az elnököt, fenyítették is, kórház elnököt, hogy hordjon bele terményt. Hogy hordjon ő abban terményt? Az nem lehet. Azt se vette. Szóval itt a községben nem volt ellenségünk az egyháznak egyáltalán. Még a pártitkár is mentem, hát még akkor harangoztak, úgyhogy imádkozni mentünk. Hát a kórház irodába dolgoztam, aztán menni kellett dolgozni. Na de hát, mikor 10 órakor harangoztak ünnepve, hát utánam szólott, hogy imádkozzak ő érte is. Mondom, jöjjön velem, mert csak kettőnek hallgatja meg Isten. Moszkvába szolgáltam katonaként, hát elég jól bírtam az orosz nyelvet, velem fordították ezeket a leveleket, hogy érthető legyen ott a minisztériumban és a vallásügyi minisztériumban vagy hivatalban. Hát akkor kezdtem ebben foglalkozni. Hát ha jól visszaemlékezek, indokoltuk, próbáltuk megindokolni, hogy szükség van rá, hogy úgy sem kezdtek semmit evel az épülettel itt áll, és akkor persze azt mondták, úgy nyilvánították ki, hogy hát használatra veszélyes, nem igaz, felmérettük, úgymond szakértői véleményt azt hiszem kértünk ki, hogy nem olyan állapotban van ez, hogy hát ez mindjárt összedől. Kisebb javítosokkal azok is tudjuk használni, sőt, még reméljük, hogy sokáig. Ugye több indokokat felsoroltunk, meg hogy kérje a nép, és hogy hát most már változnak a szelek a politikai szintéren is, és valóban engedtek, és valóban sikerült is, hát valahogy Isten munkák adott közben, mert más nem mondhatok. Érdekes módon még a kolhoz elnök is biztatta édesanyámat, jóban voltak amúgy, hogy na Ilus, most lépjenek fel, most valami változás van, lehetőség van, tessék ebbe az ügybe lépni, tessék érvényezni újra, ütni a vasat, amíg meleg, és próbálkozni. Hát Ungváron és Szőlősön és mindenhol próbálkoztak, és bizony valóban megért a dolog a változásra, megért az ügy, Isten ezt elrendezte valahogy. Úgyhogy ez 89. februárjában meg is történt az átadás. Hát a felbuzdulás nagyon nagy volt. A klubban volt, nagy gyűlés tartva, kijöttek a járási vezetők is. Hát színig volt töltve a klub, jöttek oda még a patakiak is, pedig nekik volt templomjuk, de támogattak minket ebbe. És hát olyan lelkesedés volt, követelték a kulcsot, már is adják ide a templomtól. Nem lehetett lecsillapítani az embereket, hogy kis türelem, ez már napokban meg fog történni, úgyis ott meg is történt aztán. Verbőcön 1961-től 1989-ig 28 éven keresztül volt zárva a templom. A hívek azonban mégis kitartottak, aminek meglett az eredménye. A református gyülekezet ma is élő és virágzó közösség. Ezzel szemben a Szovjetunióról már csak a történelemkönyvek sötétebb oldalain olvashatunk.